A Petőfi Lakásfenntartó Szövetkezet vezetése és a Társasház önkormányzati képviselője a környezet tisztasága érdekében személygyűjtést, illetve virágpalánta ültetést végzett október 29-én. A példaértékű hétvégi munkának több támogatója volt. Elhatároztuk, hogy környezetünk tisztaságáért, a jószomszédi viszony kialakításáért szövetkezetünk egy nyílt napot tart, amiben a háza környékét a szemetektől mentesítjük. Szeretnénk ezt az akciónkat kiterjeszteni évente kétszeri alkalommal más szövetkezetek dolgaival együtt. Tulajdonképpen sokan beszélnek arról, hogy tiszta környezetünk legyen, de tenni keveset tesznek érte. Ezért gondoltuk azt, hogy a lakókkal közösen szemetet gyűjtünk, rendbe tesszük a környékünket, megváltoztatjuk környezetünket azért, hogy az életünk egy kicsit szebb legyen. Úgy gondolom, hogy szeretnénk példát mutatni más szövetkezeteknek, más lakóknak, kerüljük azokat a dolgokat, amik nehézséget okoznak egymás mellett éléssel együtt. Ez első alkalommal történt meg tulajdonképpen. Hál' Istennek nagy számmal jelentkeztek lakók, de várjuk további olyan lakók jelentkezését, akik ebbe az akcióval szívesen részt vesznek. Elsősorban a fiatalokra gondolok, akik egyelőre még talán nem tartják annyira fontosnak, hogy szép legyen a házunk környéke is. Ezt a házon belül is szeretnénk megvalósítani, tehát folyamatosan olyan dolgokat szeretnénk végrehajtani, ami könnyebbé, jobbá, szebbé teszi az életünket. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy mikor Babati Ferenc elnök úrral meghirdettük ezt az akciót, akkor sokan hallgattak a hívószóra. Van egy általános vélemény ma, hogy az emberek fásultak, közönösek, igazából nem érdekli őket semmi. Hát erre most a lakótársak ékesen rácáfoltak. Mikor arról van szó egy jó ügyről, hogy a saját környezetünket kéne kicsit rendbe rakni, csinosítani, akkor megmozdíthatók voltak, és ennek személy szerint nagyon örülök. Szeretném megköszönni a Csevaknak, aki szerszámokkal minket ellátott és gyors segítséget nyújtott mindenben, valamint a zöldkörnek, aki a növények nyírásában segítkezett, és a sikeres Szabó Telepi Alapítványnak még köszönetet szeretnék mondani.